Egy évvel az orosz-ukrán háború kitörése után már alig jöttek menekültek a barabási határállomáson át. A helyi segítségpont is kiürült. Jöttek viszont fiatal férfiak a zöld határon keresztül, akik a sorozás és a katonai szolgálat elől menekülnek. Nagyon kevesen jönnek, tehát maga a segítségponton nagyon kevés ember jön be, ugye menekültek jönnek, nagyon sok csonka, tehát olyan családban, ahol a nők, gyerekek még kint Ukrajnában vannak, illetve a férfiak azok itt a környéken vannak elszállásolva, hozzájuk jönnek folyamatosan a családtagok. De igazán menekültek most a zöld határt, inkább a zöld határon jönnek folyamatosan emberek, szinte minden nap van begyűjtés, tehát a zöld határól fiatal férfiak, akik nem szeretnének háborúba menni, ugye kint folyamatosan megy a toborzás, és azt látjuk, hogy többen átjönnek. Magyarország továbbra is békepárti, erről beszélt televíziónak a kormányszóvivő Tisza Magyaróson. Szentkirályi Alexandra elmondta, a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország ne sodródjon bele az orosz-ukrán háborúba. Az államvezetésnek kiemelt célja az is, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentse az infláció mértékét, és hosszabb távon is fenntartsa a rezsicsökkentő intézkedéseket. Nem szeretnénk semmilyen módon belesodródni egy háborúba, ami azért is látjuk, hogy egy nagy veszélyt jelent ránk, mert egyre inkább felerősödik a nyomás az Európai Unió felől. Emlékezzünk vissza, hogy az elején arról beszéltek az Európai Uniós országok, hogy csak olyan eszközöket küldenek Ukrajnának, amely nem alkalmas az élet kioltására, a németek sisakot küldtek, most pedig már ott tartunk, hogy Leopard tankokat küldenének pont ugyanezek a németek a frontokra, tehát nagyon nagy veszélye van annak, hogy Európa egyre közelebb kerül egy ilyen háborús konfliktushoz. A magyar emberek elmondták a véleményüket, erre tud a kormány is támaszkodni, elmondták a választásokkal is, hiszen akkor is a béke mellett tették le a voksukat, és elmondták például a nemzeti konzultáció kapcsán is, hogy nem csak a háborúnak a fegyverkezési része ijeszti meg őket, hanem azok a szankciók is, amikről viszont már maga Európa döntött, és amelyeknek tulajdonképpen most is hisszák a magyar emberek a levét a nagyon magas szankciós inflációs felárakban. A TBC nem ismer határokat című pályázat keretein belül modern eszközökkel gazdagodott a nyíregyházi tüdőgondozó. A mintegy 180 millió forintos beruházás célja a gyermekkori TBC-s megbetegedések diagnosztikájának fejlesztése és a betegségek korai felismerése. A fejlesztés által tovább csökkenthető a magyar-ukrán határon felmerülő fertőzési források száma is. A tüdőszűrés az jellemzően a panaszmentes pácienseknek ajánlott. Az azt jelenti, hogy Magyarországon a 40 év fölöttieknek ingyenes, OEP által finanszírozott, évente egyszer ajánlott szűrővizsgálat, bárki igénybe veheti a szokásos azonosítók mellett, tehát nem szükséges beutaló. 40 év alattiaknál azoknak csináljuk, akiknek munkaalkalmassághoz szükséges, ezek nyilván fizetős vizsgálatok, hiszen ezek más kategóriába tartoznak, mint a ajánlott szűrővizsgálatok, és a szűrővizsgálatok kapcsán talált eltérésekkel kerül tovább kivizsgálásra a páciens. Azoknak, akiknek panasza van, azoknak nem a szűrés, hanem a vizsgálat javasolt, amit viszont a tüdőgondozói vizsgálatot beutalóval lehet igénybe venni 2006 óta. Ez a beutaló akár házi orvostól, akár más szakorvostól keletkezhet. Idén Kemecsén ünnepelte az 1848-49-es forradalmi szabadságharc évfordulóját a Vármegyei Önkormányzat. A rendezvényen jelen volt Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter is. A politikus azt mondta, 175 évvel ezelőtt magasra tették elődeink a mércét. Nekünk nem kellett akkora áldozatot vállalni, és miközben ez persze szerencse, hiszen meg tudtuk óvni saját magunk és szeretteink életét, de felvetődik a kérdés, hogy a mai nemzedék tudna-e vállalni akkora áldozatot, mint amit 1848-49 nemzedéke vállalt. Azok az értékek, a szabadság, a demokrácia, a függetlenség jelentenek-e még olyan hívószót az országban, vagy akár itt Kemecsén is, hogy nemzeti hősök tömegei jelentkezzenek, áldozzák fel életüket, áldozzák fel biztonságukat, és akár a túlerővel szemben is harcba szállva őrizzék meg, vagy próbálják megőrizni függetlenségünket. Új, fedett piacon értékesíthetik termékeiket a helyi és a térségbeli árusok leveleken.
A 600 négyzetméteres, 64 árusító helyen rendelkező létesítményt az önkormányzat Európai Uniós forrásból valósította meg. Én úgy gondolom, hogy egy igen jelentős infrastrukturális fejlesztés ez leveleken. 2021-ben pályázott önkormányzatunk erre a projektre, és a vidékfejlesztési programban kapott támogatást a piacnak a fejlesztésére, és ennek keretében 85 millió forintból épült meg 600 négyzetméteren a fedett piaccsarnok, és 64 árusító asztal került beszerzésre, és a piac közterületi bútorokkal, padokkal, hulladéktárolókkal, illetve kerékpártárolókkal is bővült. Március végén asztali tenisztermet adtak át Apagyon. A szabadidősportot szolgáló létesítményben két asztalon üthetik a labdát az amatőr pingpongozók. A termet a sportágat Apagyon évtizedekig szolgáló, 2021-ben elhunyt Oszlánszky Lászlóról nevezték el. Évtizedes történet és egy olyan emberhez köthető, akire mai nap emlékszünk. Mai napig a kezdeti nehézségek ellenére NB1-es csapata van a településnek, ami egy ilyen kis település életében egy óriási dolog, hiszen a megyét egyedül képviseljük ebben az osztályban, de hasonló nagyságrendű település úgy gondolom, hogy országos szinten sincs. Ez egy nagyon jó közösséget teremtett évtizedek alatt. Mai napig vannak csapataink, alsóbb osztályban is, úgyhogy mindenféleképpen egy közösségépítő dolog lett belőle. A szabados kupák, a nemzetközi versenyek és a hazai tornák megszervezésével a névadó rengeteget tett azért, hogy Apagy neve országos ismertségre tegyen szert a sportágban.